Köszöntöm a nézőket. A köztérben időről időre az egyes választókörzeteket mutatjuk be, és a képviselők a vendégeink. A mai adásban Farkas László a vendégem, a 7-es számú választókörzet képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a televízió nézőit. Hát most már azért beszélgettem egy-két képviselővel, újakkal is, akikre az első ciklusokat töltik, ön pedig a, hát talán a legtöbb ideje. Minden ciklusát tölti. Ugye 31 éve, ha jól igen, tudom, 91. volt az első. Éve. Igen, pontosan. Én se gondoltam, megmondom őszintén, hogy ennyi időt fogok eltölteni ezen a pályán. Hát ha visszagondolok 90-re, amikor hogyan is indultam én el, nagy euforikus hangulat, rendszerváltás, és a barátaim mondták, hogy te el fogsz indulni az őszi önkormányzati választásokon is. Ugye előtte voltak a parlamenti választások, a különböző egyéb más négyigenes szavazás, a többi plakátragasztás, akkor nagyon sok plakátot ragasztottunk meg, segítettünk a parlamenti képviselőjelölteknek 90-ben, és utána ősszel mondták, te el fogsz indulni Palota, ugye Palotavárosban ott laktam, Tolnai utca, te el fogsz indulni Palotaváros városrészben. Hát nem is akartam elhinni. És akkor lepődtem meg, amikor akkor még kopogtató cédulák voltak, és az emberek hordták a kopogtató cédulát, az irodába is bevitték, nekem személyesen. Tehát akkor éreztem talán azt, hogy ebből lehet is valami. És valóban úgy is lett, első ciklusban megnyertem, és azóta minden ciklusban. És ön szerint egyébként így a kopogtató cédulák, hogy ennyit kapott, hogy ennyien bizalmat szavaztak önnek, az annak is tudható be, hogy ennyire ismerték ott a területén, ahol élt? Hát nézze, azt nem mondhatnám, hogy akkor ismerhettek volna, mert ez 90-ben volt, 85-ben kerültem a Palotavárosba. Hát sokan ismertek, az biztos, de nem hiszem, hogy annak az ismertségnek, hogyha a mostani ismertséghez hasonlítom, nem hiszem, hogy a Farkas László név vonzotta őket. Megmondom őszintén, akkor még SZDSZ-Fidesz jelöltként indultam az első ciklusban, ugye SZDSZ-Fidesz jelöltként indultam, és hát akkor ez a városrész, ez a Palotaváros meg is maradt azóta nagyon erősen, tehát nem jobboldali szavazótábor. Vannak jobboldaliak is nyilvánvaló, de inkább erősebb a baloldali, és akkor az SZDSZ, akkor még azért nagyon népszerű párt volt, mint a rendszerváltó párt, és én SZDSZ-Fidesz színekbe indultam, és talán ennek köszönhetem, hogy akkor sikerült az első ciklusban. És utána nyilvánvalóan megismertek már az emberek, mert a cselekedetei alapján, a tettei, a viselkedése alapján ítélik meg az embert, és választják újra. És hát valószínű nekem ez volt megírva a sorskönyvembe, hogy életem nagy részét a köznek szolgáljam, és örömmel tettem. Ma is örömmel csinálom. Ugye mondta, hogy hát felkérték, hogy akkor induljon, mint képviselőjelölt. Azt meg tudja fogalmazni, hogy miért szeretett volna képviselő lenni? Nézze, akkor mindenki úgy érezte, hogy valamit tenni akar. Rendszerváltás, megszűnt a régi rendszer, demokrácia, és lehet valamit tenni a közért. Én nagyon szerettem volna valamit tenni ebben az új rendszerben. Nem ismertem abszolút az önkormányzatiságot, mert senki nem ismerte szerintem, mert ugye ezt nem tanították iskolába. Azt menet közben tanultuk meg, még az első polgármester, Balsa István polgármester volt az első polgármester, még közösen ő vele, hát ő is nyilvánvaló, hogy jó, hát ő azért nagyobb tapasztalata volt így a közigazgatásban, tehát tanultuk még ezt a... Tenni akartam valamit magyarul, tenni akartam valamit azért, hogy előbbre jusson a város, előbbre jussanak az emberek, tehát éreztem magamban ambíciót és tetrevágyást, készséget, és ezért örülök, hogy sikerült is. Ugye ebben a 31 évben azért sok minden történt is, Palotaváros déli részének a képviselője, igen, ugye? Igen. Milyen volt akkor Palotaváros 1990-ben? Ugye nagyon sok minden történt azóta, milyen volt, mit emelne ki, hogy mi mindenen szeretett volna akkor változtatni? Hát őszintén megmondom, mindenen változtatni kellett, mert hát ugye akkor fejeződött be 90-re, hát 85-ben még kemény építkezések voltak, hát több olyan épület akkor még nem is állt. A Borienő általános iskola, a Tolnai úti iskola, amikor én oda költöztem, még nem is volt, meg egy murvás plac volt a helyén. Tehát az építkezés javában folyt, az emberek kerülgették a munkagödröket, kerülgették a tócsákat, nem mindenhol volt járat. Tehát egy komoly építkezés közepette kerültek oda az emberek, fa szinte egy sem volt, tehát ilyen közösségi tér, park, zöld, nagyon szinte semmi nem volt. De mindenki örült az ember, hogy új lakásba, fiatal emberként, két fiatal, aztán a harmadik az később született,
három gyerekes családként örömmel költöztünk mi is be. Nem érdekel bennünket, hogy milyen körülmények vannak, de a sajátunkba, a saját lakásunkba tudunk beköltözni, és ezért voltunk a legboldogabbak. És folyamatosan kellett kialakítani mindent, a zöld felületet, megújítani a járdákat, az utakat, közösségi tereket kialakítani, a parkolókat portalanítani, mert köves parkoló nem volt. Csináltak parkolót, de az mind murvás volt, és az ugye nyáron porzott, ősszel sáros volt. Tehát nagyon sok ilyen feladat volt, hát ezt kellett elkezdeni, ennek végét vetni. Hát sikerült. Ezzel a munkával indult. Ugye mondta, hogy annak idején sok fiatal költözött oda, most egyébként mi a helyzet így Palotaváros déli részében? Nagyon örülök, ezt az újságban is említettem. Volt egy időszak, emlékszem rá, körülbelül egy olyan 15-20 évvel ezelőtt elkezdett öregedni Palotaváros, és valahogy eltűntek a fiatalok. Most a utóbbi 10 évben, hála Istennek, nagyon sok fiatal házas költözött oda, nagyon sok kisgyerekkel, játszóterek tele vannak, játszótereket kellett kialakítani, és hál' Istennek azért vannak szép játszótereink. A legutóbbit éppen tavaly adtuk át a Jancsár utcában. Tele vannak a játszóterek kismamákkal, babakocsitoló anyukákkal. Tehát most megint azt látom, hogy van most már olyan élet, ahol fiatal, öreg együtt megvan. Hála Istennek, tehát az öregedés az megállt, és nagyon sok fiatal él. Ez egy örömteli dolog. Fiatalodik ez a városrész, és talán emiatt is volt szükség akkor arra, hogy azért ezek a gyönyörű szép parkok, ezek létrejöjjenek. Nem olyan régen ugye a palotavárosi tavaknál átadták a szabadidőparkot, ami az egyik hát legnagyobb fejlesztés most ott azért azon környéken. Közösségi telekre van szükség. Ahhoz, hogy egy lakótelep ne lakótelep legyen, hanem városrész és közösségi tér, az közösségi terek kellenek. Olyan helyek kellenek, ahova az emberek ki tudnak menni délutánonként, ki tudnak menni a gyerekekkel, ott esetleg pár szót váltanak egymással, megismerik egymást a más lépcsőházban lakó emberek. Ha vannak ilyen közösségi terek, akkor ez működik, és akkor egy családias, otthonos, élhető városrészt lehet kialakítani. Hát és nagyon sokat sikerült. Említette a palotási tavakat, de mielőtt rátérnék arra, azért van a választó körzetben is, hogyha belegondolunk, a mostani János Vitéz tér, Petőfi tér, ott hát az is egy gazos, félig meddig murvás terület volt, és abból csináltunk egy gyönyörű, gyönyörűt. A megítélésem szerint a János Vitéz park, hogyha ön is ismeri a virágágyásokkal, a város egyik legszebb parkja. A fiam épp a sütő 34-ben lakik, és mondom, mikor felmegyek hozzá negyedikre, és rálézek a parkra, hát mondom, te a város legszebb részén laksz. Ilyen gyönyörű park, mondom, sehol nincs, amikor nyílanak a virágok, és nagyon szép most, tehát a Városgondosság nagyon szép munkát végez, nagyon szépen néz ki a park. Kialakult a belső nagy közösségi tér, a Tolnai sütő utcák által határolt tér, amely azért nagyon értékes, mert egy zárt terület, hatalmas nagy zárt terület, 10 emeletes szalagépületekkel van körbevéve, tele játszóterekkel, ott is van egy szökőkút, nagyon most már a fák megnőtek, rengeteg zöld. Itt a anyukák nyugodtan tudják a gyerekeket hagyni, biciklizni, játszani, mert nincs forgalmas út körülötte. Attól kell félni, hogy a parkban a biciklizők esetleg ne gázoljanak el valakit, mert azért nagyon sokan biciklivel, kismotorral is sajnos közlekednek. De egy zárt tér, ahol szabadon játszhatnak vidáman a gyerekek, és tele játszóterekkel, ezeket ki kellett alakítani, hál' Istennek ezek kialakultak. Fitness pályákat alakítottunk ki, van kettő is a város részben, van a központi parkban egy fitness eszközökkel ellátott terület, kondi és fitness eszközök, és a Cserepes közben is van egy fitness pálya, ahol lehet az embereknek szabad időben sportolni és szórakozni. Amint említettem, a Jancsár utcában alakítottuk ki legutóbb egy nagyon szép játszóteret, tele vannak gyerekekkel. Különben az a rész rehabilitálódott legutoljára, a Jancsár utcát, hogyha nézzük, az elmúlt 30 évben, két évvel ezelőtt egy gyönyörű nagy 70 férőhelyes parkoló épült, mellette ligetesítettük a területet, fákkal ültettük be, és a játszótér is odaépült. Tehát nagyon szépet, úgy mondhatnám most már, hogy egy utca kivételével arra is rá fogok térni, most már mindenhol történt valami nagyon komoly fejlődés Palotaváros déli részén, és az egy terület, ez azért maradt el, mert tavaly összekerült Palotaváros városrészhez, ez a Balatoni 315 belső szervizút,
Ugye ez egy ilyen balatoni 3-15-7, azt hiszem 7 kocka épületből álló épület, a Balatoni út, és a belső szervizút a Tolnai úti óvoda, a Szigetúti iskola által határolt terület. Hát itt áldatlan állapotok vannak, nincsenek parkolók, nagyon rosszak az utak, egy zsákutca, mert Vörösmarty tér a külső része, tehát egy zsákutca végül is az a belső út, áldatlan állapotok vannak. Na itt sikerült nagyon komoly terveket, 2 évvel ezelőtt elkezdődött a tervezés, tavaly nagyon sok lakossági fórumot csináltunk polgármester úrral, és már el akartuk tavaly kezdeni, de a vírus miatt pénzügyi forrás hiányában nem sikerült, viszont ez évben az első ütem 90 millióval elkezdődik, az útnak a belső része, parkolók megújítása, járdák, tehát egy kulturált körülmények között, és hogyha ezzel is végzünk, akkor elmondhatom tényleg, hogy most már ott is valami történt az elmúlt 30 évben, és nagyon-nagyon régi adósságot törlesztünk ott a lakóknak. A másik, amit említett, bocsánat, utána felem a gondolatot, ugye a közösségi terek, a Palotavárosi Szabadidő Központ, hogy ez két város részt közvetlenül szolgál ki, de én azt mondom, az egész várost kiszolgálja, mert ekkora méretű és minőségű szabadidő központ még a Halesznál is komolyabb. Ugye a Halesz Parkban minden nap, hogyha az ember közlekedek, akkor ott előtte járok el, tele van a Halesz Park, de a Palotaváros ez jóval nagyobb és jóval több olyan eszköz található, amely tényleg minden korosztályt kiszolgál, és mindenki megtalálja a szórakozás, sportolásra szóló eszközt, amit használni tud. És gyönyörű a terület, nagyon örülök. Régi adósság, ez egy nagyon régi adósság, ami teljesült. Ki gondolta volna 90-ben vagy 80-ban, amikor elkezdődött a Palotaváros építése, ezek mesterséges tavak. Ugye a földet onnan termelték ki, amikor épült Palotaváros északi része és a részben a déli rész is, és akkor maradtak meg ezek a két hatalmas nagy gödörök és teltek vízzel, ezek lettek a palotavárosi tavak. De hát hál' Istennek, hogy kialakult, nem minden városrész mondhatja el magának, hogy ilyen gyönyörű környezet van a városrész szélén. És akkor lesz teljes, utána lezárom a gondolatot, a Palotaváros része, hogyha fásítással is végzünk, a Fehérvár tüdeje program keretében már eddig is nagyon sok, több tízezer fát ültettünk el, de ez, hogyha tényleg befejeződik, és a fák is megmaradnak, megrednek, ez valóban Palotaváros és Fehérvár tüdeje lesz, akkor lesz kerek egész a palotavárosi történet. Nagyon sok mindent elmondott, még így a fásítást is, amire egyébként szerettem volna rákérdezni. Ami a jó egyébként, hogy itt a palotavárosi tavaknál ugye nem csak a palotavárosiakat várják, hanem akár ugye a városnak az egész lakossága elmehet. Sőt, ez egy olyan nagy terület, hogy még a pandémia sem zavar szerintem. Tehát, hogy azért ott azért szabad időt lehet eltölteni. Igen. Valóban így van. Ez említettem, nem csak a két város részé, és hanem az egész város szolgálja, és azok a kiszolgáló egységek, szociális blokkok, amelyek épültek, hát ilyenek nincsenek még egy városban. Az, hogy valaki kimegy reggel, kiviszi a kisgyerekét, a szoptatós gyerekét, ad abszurdum, és a kisgyereket tisztába kell tenni, van egy olyan szociális blokk, ha be tudja vinni, és tisztába tudja tenni, akkor a piacot és a parkot kiszolgáló szociális blokk, vizes blokk. Tehát ilyen létesítmények más parkokban még nincsenek. Tehát ez is új, és hozzá tartozik ahhoz a élethez, amit, hogy valaki a parkba akar kimenni, viszi a kisgyerekét, nem kell hazaszaladni, pelenkázni, hanem ott meg tudja csinálni helyben. Tehát azért mondom, hogy van már ilyen az országban, Szombathelyen láttunk ilyet nagyon régen, ott van egy hatalmas nagy park, és ott láttam ilyet, hogy különböző kiszolgáló létesítményekben egy pelenkázó is van. Hát most már elmondhatjuk, hogy Székesfehérváron is van egy ilyen park, ahol még ezt is meg lehet csinálni. És a szociális blokkokon kívül mi mindennel találkozhat még az, aki kilátogat a parkba? Hát a rengeteg sportesztőköztől kezdve a fitness, a kondi, a tankreszpálya, a futópálya, a mountain bike pályától kezdve, tehát minden sorolhatnám, a különböző műfüves pályák, futballpálya, kosárlabdapálya, egyéb játszó, hatalmas játszóvár, amely bekerült, hát szóval felsorolhatatlan szinte. Mindenki, aki ott nem találja meg a lehetőségeit, vagy olyat magának, amilyen ki tudja élvezni, vagy ki tudja tombolni magát, hát az nem menjen parkba, mert annak nem tudom, mit kéne építeni.
Ugye ez is a kisgyerekes családokat szolgálja, ugye ez a park leginkább, tehát hogy ők azért találnak ott szórakozási lehetőséget az egész család. És a kisgyerekes családok nagyon örülhetnek, mert a Sziget utcai óvodának az udvara is megújulhatott. Igen, én is nagyon örültem. Nagyon szurkoltam, és nagyon sokat kellett lobbizni, de polgármester úrnak köszönök legnagyobb mértékben, és a közgyűlésnek ugye 7 óvodával indult, 7 óvodát szerettünk volna az eredeti elképzelés, végülis 5 óvodára zsugorodott, és a Szigetúti óvoda bennmaradt. Hát rá is fért különben, mert nagyon elhanyagolt volt a Szigetúti óvodának az udvara. A fák már az aszfaltréteget felnyomták, tehát a járdákon, az udvarban lévő járdák aszfaltjai már teljesen tönkrementek. Gyönyörűen megújult minden, utak, új játszóeszközök, tehát elmondhatom, hogy tényleg ott is a gyerekek nagyon jól érzik magukat. És ez külön öröm, hogy városrészemben a Szigetúti óvoda bennmaradt ebben a felújítási körben. Ugye már sok mindent említett, hogy mi minden lesz mondjuk ott a Balatoni térségében. Milyen fejlesztések valósultak meg most a közelmúltban még, amiket így kiemelne? Elsősorban parkolóépítések. Ugye szinte már furcsán hangzik, elcsépett dolog a parkoló, de még mindig kevés a parkoló. Ebből több vihar is keletkezett az elmúlt időszakban, főleg a cserepes közben. Korábban kialakítottak a lakók futballpályának nevezett dolgokat az épület környékén, de nem lehetett futballpályának nevezni, mert egy poros, gazos terület volt, és már egyre kevesebb gyerek is ment le. Korábban emlékszem, 90-ben még használták nagyon gyakran, de ahogy nőltek a különböző sportpályák és a különböző terek, ugye elmaradtak a gyerekek onnan. És egy ilyen közvéleménykutatás kérdőívet küldtünk szét a lakóknak, hogy mit szeretnének oda a játszótér, vagy maradjon olyan, ami van, vagy pedig parkoló. És hát a többség, tehát nem az én fejemből, nem én erőtettem mindenképpen a parkolót, hanem a lakók úgy döntöttek többségben, hogy oda parkoló, mert a parkolóra szükség van. És azóta cserepes köz is teljesen átalakult. Ezt szeretném mondani, hogy aki tényleg azt mondja, hogy az hazudik, hogy nem alakult át, mert egy ilyen parkoló fejlesztés, ez a minőségen rendkívül, az életminőségen nagy mértékben emel. Én azt mondom, a lakások értéke is nőnek egy ilyen beruházással, egy koszos, poros területen egy 20 férőhelyes parkolót kialakítani, gyönyörű világítással, az biztos, hogy emeli az értékét a lakótelepnek. Említettem már a Jancsár utcában a 70 férőhelyes parkolót, a Tolnai úti Bori Jenő iskola mögött egy parkolót, tehát most már éppen mondtam a lakóknak, hogy minden talpalatnyi helyet beépítettünk parkolóval. Ha igény van rá, kérem kijelölni a helyet, mert most már csak a zöld felület rovására lehetne parkolót építeni, de én mondom, hogy el fog jönni az az idő is, amikor kénytelen lesznek az emberek kompromisszumot kötni, mert hogyha zöldbe beáll, és nagy Isten megbüntetik, az se jó. Tehát rengeteg a gépkocsi, esténként már így is nagyon sokat köröznek, mert az emberek mire parkolót találnak. Tehát a parkolóra továbbra is szükség van. Eljön az idő, amikor ki kell jelölni néhol olyan területet, hogy kompromisszumként oda építünk parkolót. Az utak felújítása, tehát a szervizutaknak a felújítása, járdák részben a járdák felújítása a Sára Gyula program keretében megtörtént. Ez évben lesz még 2 olyan Sára Gyula program keretében történt felújítás, amely megvalósul. Azt hiszem, most éppen a közbeszerzések fognak a Városgondnokság keretében. Ez szintén a Jancsár utcában a régi volt mélytelep. A mélytelep területén egy parkolót alakítunk ki, kialakítjuk a bejáratot, a járdát. Nagyon szépen ki fog alakulni. A másik ilyen útfelújítás, részben útfelújítás, útbővítés, a Sziget 31-33 közötti átjáró út vízelvezetése nincs megoldva, illetve nagyon keskeny az út is. A kukásautó kátyúzza, tehát nem tud annyira befordulni, belemegy az ődben. Ott lesz egy szélesítés, vízelvezetés, és normálisan meg lesz csinálva, tehát eső, nagy eső után nem kell tócsába járni. Ez a 2 olyan nagy fejlesztés az idén, amely a Sára Gyula keretében megy, és hát bízunk benne, forrás kérdése az egész, hogy nem csak a járdák utak, hanem a világítás korszerűsítése. Ezt akartam is kérdezni, hogy meg tudom, hogy elindult már. Elkezdődött, így van.
egy körülbelül hány kanna, még 50 darab olyan kandeláber van, ahol a búrákat régi, régen, 20 év, 25 évvel ezelőtt épített világításról van szó. A Sziget utcában tavaly előtt letudtuk ledes világításra, korszerű, nagyon jó fénybiztosító világításra cserélni. Folytattuk volna a programot, csak sajnos a pénz, sajnos a vírus közbeszólt, és nagyon sok forrást elvont, nem csak a városrésztől, hanem a várostól is. 2 milliárdról beszélünk, amivel kevesebb a város költségvetésében a bevétel, tehát ez a vírus 2 milliárd mínuszt jelentett ebben az évi költségvetésben a városnak. Ha ez a 2 milliárd megvan, akkor lehet, hogy be tudom fejezni a világítás korszerűsítést is, de nem adtam fel, úgyhogy mindenképpen még van 3 év a ciklusból, hogy szeretném a ciklusban, hogyha 100% a világítás is megújulna, és hát még a járda, van olyan részek a járdák, ahol fel kell újítani. Most van egy kis, nem azt mondom probléma, hanem az emberek is többen hívnak, kicsi felháborodás a városrészben, megmondom őszintén, a Telekom fejleszt, ugye kábelfektetések vannak, és nagyon sok helyen föltörik a járdát, átvágják, helyreállítás nem olyan, és hát mindenki le van döbbenve, hogy a gyönyörűen megfelújított, kialakított járdát most átvágják, most ott van benne a csik, de hát sajnos ezt is meg kell csinálni, engedéllyel, mindent engedéllyel csinálnak, de valahogy az örömbe egy kis üröm is vegyült, mert a korábban megalkotott, létrehozott szépet most megint elcsupítjuk. Tehát sajnos meg kell csinálni ezt is. Ugye mondta itt a közvilágításon, hogy a Jancsár utcánál már elkezdődött. Sziget utca. Sziget utcánál. Hogy merefele folytatódik majd, hogyha már eljutok oda. Megszámoltam, van a Tolnai utca és a Sütő utca. Ott van körülbelül 52 még ilyen búrás kandeláber van, ahol a búrát ugye leveszik, és egy teljesen más világító test kerül fel. Ez egy 52, ez számításom szerint egy 8-10 millió forint. Kiindulva abból, hogy mennyibe került a egyik résznek a felújítása, egy 8-10 millió forint. Tehát nem egy olyan hatalmas nagy összeg, hogyha a milliárdokról beszélünk, akkor 8-10 millió forint nem egy nagy összeg. Bízom benne, hogy rövidesen, legkésőbb jövő évben lesz rá forrás, és akkor ezt meg tudom csináltatni. Ugye beszéltünk arról, hogy itt parkosítanak, és hogy fontos a zöld felületek, amiben hát sajnos azért sok minden parkolóvá válik, de hogy maguk a kis közösségek azért szeretnek ott virágosítani Palotavárosban. Igen, ez egy örömteli dolog. Éppen az előbb említett kábelfektetési program keretében egy nagyon nagy háborút idézőjelbe folytattak a lakók, meg is mondom őszintén a Tolnai 822-es társasház közös képviselőjével, karöltve sikerült megmenteni a kiskerteket, idézőjelbe. Ugye tervezés során állítják a kivitelezők, hogy ők végigjárták a területet, amikor tervezték a nyomvonalat. De nem tervezték, mert a kiskerteken keresztül vitték volna a kábelfektetést, ahol hosszú-hosszú évek alatt az emberek nagyon sok energiával, sok saját pénzzel gyönyörű kiskerteket alakítottak ki, és egyből telefonált a közös képviselő, rohantak hozzám, hogy mi lesz most. Kétszeri egyeztetés, itt köszönöm a városgondnokság szakemberének is, aki mindig kijött, kétszeres egyeztetés a kivitelezővel, és sikerült elérni azt, hogy kikerülik a kiskerteket, és a járdán mellette, fél méterre a kertektől viszik a kábelt. Ez egy kis plusz munka, plusz költség, de ezt be tudja vállalni ez a cég, tehát nem egy kis cégről beszélünk, de legalább itt meg tudtuk menteni. Öt ilyen gyönyörű kiskertről van szó, ahol most tele van virággal. De ez nem csak a Tolnai utcára van jellemző, hanem a Sziget utca, a Jancsár utcában, éppen ma láttam a Jancsár utca hét előtt, gyönyörűen meg van csinálva a kiskert. Ott állandóan kérik a segítséget, földet, fűmagot éppen, amire szükség van, de mindig igyekszem teljesíteni. Tehát az emberek nagyon sok helyen elkezdték már a kiskerteknek a kialakítását, és ez azt jelenti, hogy sajátjuknak érzik, most már otthon, igazi otthonuknak érzik, ahol élnek, és szebbé akarják, még szebbé akarják tenni azt a környezetet, ahol ők élnek. Nagyon jó dolog, mert ez valahol azt tudatosítja az emberben, hogy maguknak érzik az emberek, ahol vannak. Tehát hazamennek, nem csak a panel lakásba megyünk be, és kinyitjuk az ajtót, becsukjuk és elfelejtünk, hanem a ház előtt is, az is a miénk. Az is a mi életterünk, azt is szépék tenni. Ez nagyon jó dolog, hogyha idáig eljut egy közösség. Tehát ez jelenti azt, hogy egy lakótelepből egy közösségé válunk. A lakótelep az más, a közösség az igazi összetartó erő,
És én úgy érzem, hogy most már a közösség azért nagyon-nagyon kialakult, és egyre jobban erősödik. Ugye látszik is, hogy vannak olyan közösségek, akik nagyon szépen rendben tartják a környezetüket, és nagyon figyelnek arra, hogy szép virágos legyen, de van, amikor nem sikerül egy-egy környéket annyira jó rendbe tartani. Ha jól tudom, akkor a szelektív hulladékgyűjtéssel azért voltak problémák az utóbbi időben. Voltak és vannak is jelen pillanatban. Most éppen én szinte heti kapcsolatot tartok a Deponia ügyvezető igazgatójával. Ez ügyben a konténereknek vigyétek, szállítsátok el, ide hozzátok, oda vigyétek, mert egyszerűen sajnos, ezt az újságban is elmondtam, a magyar ember még odáig nem jutott el, hogy hogyan kezelje a szelektív gyűjtőpontokat, és ez nem az itteni lakókkal, nem a helyi lakókkal van probléma. Az elmúlt években több helyen, Cserepes közben, legutóbb a Jancsár utca és Spár áruháznál kellett megszüntetni a szelektív gyűjtőpontokat, mert az emberek azt gondolják, hogyha szelektív gyűjtő konténereket helyeznek ki, akkor mindenféle egyéb kommunális hulladékot ki lehet hordani, le lehet rakni, és sajnos csak akkor tudjuk ezt a problémát megszüntetni, ha megszüntetjük a szelektív gyűjtőpontot is. Tehát a szelektív gyűjtőpont azért lenne fontos, hogy az emberek szelektíven hordják a hulladékot. És én látom, hogy szelektíven hordják, mert van például most már PET-palack, papír, üveg gyűjtő terület. A Sütő utcában volt pont az egyik lépcsőház alatt, lépcsőház első emeletének lakása alatt három ilyen konténer. Azokat kellett áttenni egy pár méterrel az épülettől, de nem a lakás alatt. És működik. Ugye főleg egy üveggyűjtő konténer az nagyon zörög, hogyha ott reggel 5-kor valaki éppen megy munkába, és két üveget beledob a többi közé, akkor fölébreszti az egész sort. Tehát ezt is megoldottuk, mert máshova került a konténer. Szükség van erre, nagyon nagy szükség van erre, de ki kell találni egy olyan megoldást, amely tényleg megszünteti ezt az áldatlan állapotot, hogy ne csináljunk szeméttelepet a szelektív gyűjtőpontokon. De akkor ez most így bizonyos egyeztetésekkel akkor azért sikeresen működik. Igen, egyeztetni kell, főleg a lakókkal, közös képviselőkkel. Kértem az egyik közös képviselőt, hogy az embereket, tehát a lépcsőházban az embereket kérdezze meg, hogy hova szeretné, jöttek is vissza. Nagyon sok javaslat érkezett vissza, hova helyezzünk el szelektív gyűjtőket, de nagyon-nagyon meg kell nézni, mert nem mindegy. Néha most éppen legutóbb például egy szélcsatornában oda helyeztek el két konténert, ahol a legnagyobb a szél a Palotavárosban. Tehát, hogyha oda teszik le a konténert, egy hatalmas nagy tájfun, és most már gyakran vannak ilyen viharos idők, az a parkolóba fogja a szél a konténereket vinni, és pár autót összedőr. Tehát meg kell azt is nézni, hogy hova tesszük le. Nem mindegy, hogy hova tesszük, tehát olyan helyre, ahol nem zavar se parkolót, se egyéb más dolgot, könnyen elérik az emberek, és ha lehet, akkor nem alakul ki szeméttelep idővel. Ugye lehet látni, hogy a pandémia alatt is vannak problémák ugye ezen a városrészen is, és hogyan találják meg a lakók most önt ez alatt az időszak alatt? Megtalálhatnak személyesen is, tehát általában azért ott járok, mozgok én is a parkokban, a köztereken, tehát láthatnak telefonon keresnek főleg. Én is azt mondom mindenkinek telefonon, és akkor akár parkban, vagy bárhol, akinek olyan a problémája, akkor azért távolságtartása lesz, meg tudjuk oldani, de meg tudnak találni, és azt is elmondom, örömmel mondom el, hogy azt is meg tudtuk oldani, most húsvétre 150 csomagot osztottunk ki, de van egy alapítványom, a Gyermekekért Albafi Alapítvány, és az ő szervezésével, az ő segítségével, de ez most már rendszeres nálunk a karácsonyi és a húsvéti csomag, 150 nagyon szép húsvéti csomagot tudtunk kiosztani, ezt is megoldottuk a vészhelyzet, a járványhelyzet ellenére, távolságtartással, maszkba, de ennek is nagyon nagy a népszerűsége, és az emberek nagyon örültek neki, nagyon örültek. Nem is tudtam, hogy van ilyen, akkor most már tudják, hogy mely családoknak kell kihordani ezeket a csomagokat. Igen. Hát nem hordjuk ki, ők jönnek. Tehát ők jönnek, és ez annyira tudják, hogy pár embernek kell csak megmondani. Újságban nyilván nem tehetem bele, hogy most csomagosztás lesz, mert az egész város nem tudom ellátni. Mert biztos, hogy lenne igény mindenhova, de pár olyan embernek elmondom, aki tudom, hogy mindenhol ott van, minden parkban kim van, nagyon sok emberrel beszél, őnekik elmondom, mikor van, aztán szájról szájra terjed, mindenki tudja, telefonon felhívnak, mikor lesz, telefonon közlem az emberekkel, hogy ekkor osztunk csomagot, és
mindenki tud róla. Tehát olyan nincs, hogy ne tudnának róla az emberek. Aki akar, szeretne, és elsősorban ezt rászorulóknak, nyugdíjasoknak, egyedül élő, gyermeket egyedül nevelő anyukáknak, tehát általában ilyeneknek. Tehát rászorultság alapon próbáljuk a csomagokat kiosztani. Nagyon sok olyan nyugdíjas van, amely rászorul sajnos, és örül egy ilyen csomagnak is. Hát akkor ez jó hír, hogy akkor ez még a pandémia alatt is remekül működik. Igen, ez működik, a... igen. Ezt se hagytuk ki. Egy dolgot nem tudunk, van egy minden évben, most már 25 év óta a vakációs irató, szeptember, mindig szeptember első vasárnapján a vakációs irató egynapos kulturális program. Tavaly ezt kellett elhagyni, mert nem tudtuk. Hát az idén, még idén sem hiszem, hogy lesz, mert már szervezni kellene. Tehát itt a fellépőket, egyéb dolgot már szervezni kellene, de én azt is hallottam, hogy júniusnál előbb talán még nyitás sem lesz, nem, hogy tehát biztos, hogy idén is el fog maradni, mert nem tudunk rá készülni. Azt pedig nem lehet, tehát mindig komoly fellépőkkel, színvonalas műsorral csináltuk, de hát arra készül, egy évvel előtte már le kell kötni a különböző programokat, a különböző szereplőket, ez sajnos idén sem lesz megtartva. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Akkor azt hallottuk, hogy a pandémia alatt is elérhető a telefonszámán, e-mailben lehet keresni. Bármikor hívhatnak, soha nincs kikapcsolva a telefonom, akinek problémája eddig is elért, el fog érni. Látnak is, jártomban, keltemben, tehát én megtalálható vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, a köztér vendége Farkas László volt, a 7-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük még egyszer, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!